Üdvözlök mindenkit itt a fehérvári beszélgetésekben. A mai napon egy olyan fiatal embert látok vendégül, aki azt gondolom, hogy akár itt Fehérváron, akár a világ tényleg bármely táján példaképe lehet bárkinek, hiszen életét a sportra, illetve az emberek megsegítésére tette fel. Vendégem a stúdióban Kozák László, erőemelő, testépítő és edző. Szia, köszöntelek téged. Sziasztok. Érdekes dolog, amikor gondolkodtam a stúdióba jövet, rögtön az első kérdés, ami megfogalmazódott bennem, és belekapaszkodván, hogy te segíted az emberek munkáját. Biztos, hogy volt már számos eset példa arra, hogy az embereknek tényleg olyan elképesztő változást tudtál elérni a testén, amire ők mondjuk a legvadabb álmukban sem gondoltak volna, és talán volt olyan köszönet is, amin te is meghatottál. Volt egy-két ilyen emlékezetes eset, amit úgy nagyjából el lehet mesélni? Hát volt több is. Számszerűsítve 50 plusz kilókat adtak le a vendégeim segítségemmel. Gyakorlatilag ők így idézelesen 0 kilométeresre jöttek hozzám, és kezdték el a sportot, illetve ugye az életvitelszerű táplálkozásban lévő módosításokat. És ugye ennek köszönhetően azért természetesen ez hosszú távú befektetés, és nem egy hónap alatt fogja megváltoztatni az emberek életét, viszont egy év alatt kicsivel több, kevesebb, mint egy év alatt 50 kilóktól is szabadultak meg, ami gyakorlatilag kihatással volt, mint párkapcsolat, mint a magánéletében, vagy a munkájában is akár. Gyermekkorodban, hogyha visszamegyünk tényleg úgymond a kályához, gyermekkorodban is már te ilyen karitatívabb, segítőkészebb ember voltál? Hogy emlékszel vissza a gyerekkorodra? Nem gondolom igazából ez... Én úgy gondolom, hogy tőlem ez nem állt sose távol, de úgy effektív nem tudok példát mondani most erre, hogy én mindenkinek segítettem és jótételek voltam. Ezt így hozta az élet, és gyakorlatilag én hiszek abba, hogy az élet alakítja a sorsunkat, és elég dobja úgymond a lehetőségeket. Nekem is nagyjából így történt ez. Maradjunk még a gyermekkornál, ugye most komolyan veszed a sportolást, komolyan veszed tényleg azt az életet, amit te élsz, nagyon tudatos ember vagy, tényleg napi rendszerint élsz, a táplálkozásod, amiről majd beszélünk később. Gyermekkorodban te mennyire vetted mondjuk komolyan a sportokat? Mennyire voltál mozgékony gyerek? Mert ugye valaki rád néz, meg valaki sportolóról mondjuk ilyen sztereotípiát állít fel, most pozitív értelemben, akkor azt gondolja, hogy ő biztos ilyen örökmozgó volt, kislacikát le sem lehetett lőni gyerekkorába, mindig különböző, nem tudom, tornafoglalkozásokon volt. Ez így volt, jól látom, vagy közel sem? Sport közel állt mindig is hozzám igazából. Én gyakorlatilag amióta az eszemet tudom, mindig valamit csináltam. Ugye ezek a standard, klasszikus sportágak, ugye csapatsportágak, kosárlabda, foci, tenisz, amit ugye az iskolában próbáltak úgymond belénk nevelni, ezek ugye megvoltak. És utána úgymond az élet megint csak adta elém a lehetőséget, és úgy jött ez a konditerm, illetve az erőemeléses műfaj. Érdekes dolog ez, mert akikkel én általában beszélgetek, akár mondjuk ebben a sportban vannak benne, akár meg kívülállók, azt mondják, hogy azon emberek, akik mondjuk ezt a fajta sportot választják, mondjuk a kondizást, az eseteknek a nagy részében aztán megcáfolod, hogy vagy igaz, vagy nem igaz, hogy valami csalódás éri őket, egy elképesztő nagy csalódás, és akkor majd én most megmutatom a világnak, kigyúrom magam, épít maga elé, vagy maga köré egy bástyát, és ezáltal ugye megdönthetetlennek gondolja magát. Ez neked is valami ilyesmi volt, vagy csak egyszerűen megtetszett ez a sport? Is részben. Tehát nekem is úgymond egy komplexust sikerült ezzel legyőznem, viszont mellette nagyon sok komplexus gyűjtöttem ezáltal. Ez a soha nem vagy elégedett magaddal típusú komplexus. Igen. Sajnos ez egy ilyen körforgás, de majd erről szerintem fogunk még beszélni. Biztos vagyok benne, igen. Igen, igazából magamat akartam megvalósítani, illetve az én tetteimet akartam úgymond egy kicsit kihangsúlyozni ezzel. Minek készültél? Beszéltük a gyermekkorról. Minek készültél? Ugye minden gyermeknek van egy ilyen nagy álma, vágy, hogy mi az, ami akar lenni. Van ilyen emlékképet, hogy mondjuk gyermekként vagy fiatalként mi az, amit eldöntöttél, hogy na majd én ez leszek felnőtt koromban? Hát ami a legfontosabb volt számomra régebben, ahogy említettem, én kosárlabdáztam. És ugye világéletemben fehérvári lakos voltam, és én azt támadtam meg magamnak, hogy a fehérvári kosárlabda csapat tagja leszek. Te szóval a Fehérvárnál fogod meg így van, pattogtatni. Hát ezt így az élet le is sepert az étlapról, úgyhogy ez miért kimaradt. Volt sérülés, vagy abba hagytad? Egyszerűen csak úgy éreztem, hogy nincs akkora tehetségem már hozzá, mint amennyire azt gondoltam kiskoromban.
És így hozta az élet. És gondolom, sportoltál csomó mindent, kipróbáltál rengetegféle sportot, rengetegféle tevékenységet. Szakmában volt valami nagy-nagy célod? Előtt is beszélünk, ugye, és szintén egy újabb sztereotípiát megcáfolva testépítőkről. Igen, hát ugye én ugye műszaki pályán terveztem úgymond az életemet. Én szakközépben, gépész szakközépbe jártam, utána meg főiskolára mentem, ahol gépészmérnöknek tanultam. Majd utána ebbe is kezdtem el dolgozni, és igazából egy jó pár évet le is húztam ebbe a szakmába. És az élet formálta úgymond a helyzetemet, és utána váltottam itt teljes módban a személyedzőségre. Tehát ott is hagytad a mérnöki pályát, és idézőjelben mondom, csak személyedzősködéssel foglalkozol. Ez jó nehéz pálya, ugye nekem, mert én matekkal nem voltam különösebb meg itt viszonyban, azért ez egy elképesztő nehéz pálya, tehát tényleg itt tudni kell, itt nincs hely a rizsázásnak, itt a komplett anyagot, kőkemény matek, fizika gondolom, tehát ezek azért tisztába kell tenni, főleg főiskolai szinten. Mindenképpen, de ugye amit az iskolában tanítanak, illetve amit ugye a hétköznapokban kap az ember, az ég és föld, tehát ezt összesen lehet hasonlítani. Gondolom meglepődnek, amikor mondjuk beszélgetnek veled, mert ugye egy új sztereotípiát cáfoltuk meg, mert ennek a beszélgetésnek az is a célja azért, hogy a gyúrósokkal szembeni felállított negatív sztereotípiákat megcáfoljuk, tehát te egy tanult ember vagy, diplomás ember vagy, mérnök ember vagy. Amikor elmondod ezt így másoknak, akik mondjuk nem ismernek és gondolnak egy képet rólad első ránézésre, akkor vannak azért meglepetések? Tehát szoktak, úristen, nem is gondoltam volna? Most már talán nem, most már azért próbálok erre az image-re úgymond figyelni, hogy tehát nem feltétlen szeretném kifele azt mutatni, hogy mekkora sportember vagyok, inkább próbálom azt a réteget előtérbe helyezni, hogy kicsit intelligensebb, kicsit kifinomultabb. Ez a külsőn is, a beszéd stíluson is, illetve egyéb olyan dolgokon próbálok változtatni, amivel az embereket kicsit közelebb tudom magamhoz csalogatni, mert régebben azért nagyon sokszor megkaptam azt, hogy nagy darab, kopasz, kigyúr, izomagyú, stb. Tehát ezek a sztereotípiák. Ezeket próbáltam én háttérbe szorítani, és inkább az átlagember felé közeledni azzal, hogy egy lágyabb külsővel, illetve a megjelenéssel becsalogassam őket, úgymond. Igen. Ugye, mert aki ismert téged, nyilván tudja, hogy te milyen ember vagy valójában, egy jó lelkű, jó szívű, tényleg egy intelligens ember, de aki nem, ugye pont amiről beszéltél, az nyilván gondolhat, és nem feltétlen pozitív dolgokat. Elsősorban maffiózó, lopcsal, hazudik, nem így tudom, azért jár ilyen kocsival, mert biztos adócsal, tehát egy csomó minden, amit ugye szoktak az emberek mondani. Ugye mondtam az elején, lehetnél rengeteg ember példakép, azért, mert segítesz embereknek, a másik azért, mert ebben a sportban neked azért vannak nagyon szép és nagyon-nagyon komoly eredményeid egyébként. Beszéljünk ezekről, hogy mik ezek? Hát akad egy pár igazából, ahogy ugye mondtad is korábban, erőemelő voltam első körben, és utána lettem testépítő. Amit tudni kell, az erőemelésben ott háromszor voltam Európa bajnok, illetve párszor ugye magyar bajnok is ezáltal. Én úgy gondolom, hogy sikeres szintet futottam be a magam módján, lehetett volna ezt még természetesen fokozni, de én úgy gondolom, hogy ahova eljutottam azzal a teljesítménnyel, annyi befektetett energiával, amennyit beleraktam, én úgy gondolom, hogy teljesen kimaxoltam a lehetőségeimet. Reálisan próbálom látni magamat. Nagyon sok embernél azt tapasztalom, hogy nem látják a határaikat, és követnek egy végtelenségig nem követendő példát. Tehát maguk elé raknak egy olyan célt, amit a büdös életben fognak elérni. Erről már beszéltünk, az örök elégedetlenség megvan ezekben az emberekben. Én úgy gondolom, hogy azt le tudtam zárni ott, ahol kellett, akkor, amikor kellett. És ugye abból adódóan én jelentős testsúly többletet szereztem. Én 140 kiló voltam az erőemelő korszakon végén, amikor úgymond a legerősebb voltam, és onnan indult át nekem ez a nem vagyok elégedett a külsőmmel dolog. Eddig, vagy addig a pillanatig nekem a külső az másodlagos volt, inkább az erőszint, minél erősebb legyek, minél nagyobb szintre tudjak jutni,
És ez egy nap átfordult bennem, és onnantól kezdve gyakorlatilag elkezdtem a testépítés fele orientálódni. De mondta egy nagyon nagy dolgot, ugye erre reagáltam is némileg, hogy azért az emberek, akik ezt a sportot csinálják, nagy részük nekem az a meggyőződésem, lehet, hogy tévedek, de én úgy látom, hogy nagy részük nagyon komoly kisebbségi komplexussal küzd, vagy valami csalódás érte, ugye, amit mondtunk a műsor elején, így akarnak ellene védekezni. És a másik, ami ugye utána jön, hogy maximalisták lesznek ezek az emberek, és egyszerűen nem tudják abba hagyni, és ha egy napot nem tudnak elmenni edzeni, akkor megőrülnek, tehát nyilván jobban tapasztalod, mint én. Ugye ez valóban így van? Nagyon kevés ember tudja ezt így kezelni, mint te, hogyha nem tudok edzeni nap, akkor jó van, akkor nem dőlt össze a világ. Igen, sajnos ezt saját példámból és saját káromból is tanultam. Folyamatosan tanulom, tehát ez szerintem mindenkinél, aki egy kicsit is célorientált, illetve sikerorientáltabb ember, ott mindig is probléma lesz, akár sportban, akár magánéletben, akár munkában. Nálam ugye ez a sportban jön ki így a legjobban. Próbálom ezt tudatosan kezelni, tehát vannak persze időszakok, amikor ugye nehezemre esik azt elengedni, hogy jó a forma, jól nézek ki, amit ugye látok a tükörben, és nehéz ezt elengedni, főleg egy versenyidőszak végén. Viszont én próbálom az életemet úgy irányítani, hogy ne csak ez legyen a központban. Tehát én próbálom az életet most már úgy látni, hogy van B oldala is, van másik oldal, amit szeretni, vagy kell fejleszteni az embernek, és nem feltétlenül csak a sport az, ami meghatározza mindennapjainkat. Tehát a konditermen is, termen kívül is van élet, kell más is csinálni, másabb jellegű tevékenységeket is kell csinálni, illetve nem mindent ez alá kell berendelni. Tehát sokan erre későn jönnek rá, én azt gondolom, azt látom, hogy általában alá rendelnek mindent, ez az első remegésig, és ez megvan, akkor a remegés megszűnik, és utána jöhet a többi, akár a munka, akár a magánélet. Tehát ez olyan tényleg, mint egy izmus, de nem a művészetekben, hanem alkoholizmus, vagy teljesen más ilyen addikció, ami függőséget okoz mindenképpen. Kőkeményen így van, és ezt úgy, aki nem csinálja, az nem nagyon látja. Neked van egy elég szigorú napi rended, mondtad, te szereted a rendszert, ugye mérnök emberként is nyilván ez ilyen no man is no man, illetve egy ilyen típusú ember vagy te, hogy azért te táplálkozás kiméred az ételt, tehát egy szigorú. Hogy néz ki egy napot, hogy mondjuk ezt úgy láttassuk a nézőkkel? Hát azért igen, elég monoton napjaim vannak idézőlesen, tehát én szeretem a rendszert. Nem vagyok a rendszertelenség híve, ugye ez a napi szintemen úgy néz ki, hogy én korán kelek általában, a napi szinten 5-6 magasságába kelek, illetve kezdem a munkát. Az étkezések ugye egymást követik nálam, tehát azért azokat én precízen próbálok figyelni, hogy mindig egy időpontban, kimérten, célomnak függően viszem be a mennyiségeket. És ugye én elég sokáig is dolgozok, illetve sokáig vagyok talpon, de hát gyakorlatilag ez az egész napom a köré van építve, amit éppen csinálok, ugye jelen pillanatban a személyedzés. Ugye még van egyéb sztereotípia a kondisoknál, például ugye az, és nem tudom, mennyire észrevetted, vagy mennyire vetted észre magadon, hogy mondjuk amióta az ember neki áll edzeni, vagy van egy ilyen testalkat, ami neked, meg tényleg azért meg tud szólalni, intelligens ember, van egy jó imidzse a szó nemes értelmében, hogy például az ellenkező nemnél is ő sikeresebb lesz. Észrevetted, hogy azon emberek, akik mondjuk hasonló szőrűek, mint te, az ellenkező nemnél is azért, és én maradi vagyok, azért mondom az ellenkező nemet, ugye, hogy az ellenkező nemnél is sikeresebbek egyébként? Mindenképpen sikeres, de talán ezt nem is a testalkatba kell nézni, inkább a magabiztosságba. Tehát ugye itt sokan a külsőségekhez kötik a magabiztosságot, de nem feltétlenül a külsőség adja a magabiztosságot, ugye ez lehet akár pénzbeni magabiztosság is, akár külsőben is, tehát ugye mindenkinek meg kell találni azt, hogy mi a számára a legfontosabb dolog, és ezért nem is szoktam kihangsúlyozni, hogy csak a sporttól lehet az ember magabiztos, mert igazából millió egy dologtól lehet magabiztos, a sport hozzátehet. Ugye értelemszerűen most rólam van szó, természetesen biztos, hogy hozzátesz. Másabban ítélnek meg az emberek, mikor 140 kilós voltam, és persze, nagy voltam, és kopasz, és erős, de igazából az senkit se érdekelt. Most is másképp ítélnek meg, hogy van egy normál testalkatom, egy normál külsővel rendelkezem, idézőlesen valakinek ez is sok, valakinek kevés, ugye ez szubjektív dolog, de mindenképpen pozitívum. Illetve visszajelzésben is számomra ez megint csak egy magabiztosságot tud adni, hogyha valakinek ugye tetszik a külsőm, most teljesen nemtől függetlenül igazából, meg,
meg attól a jellegtől, hogy most milyen céllal közelednek. Persze, persze, persze. Ugye rengeteg embernek segít ezt a napi szinten, rengeteg embernek vagy az edzője. Mit látsz, hogy az emberek mondjuk én egy 1%-os arányt felállítani, hogy mennyire kitartóak, mennyire, hogyha megkeresnek téged, hogy Laci, ezt szeretném elérni, kb. Hány százalék mondjuk akkor lemorzsolódás, így kérdezem. Szerencsés helyzetben vagyok, mert nálam ez eléggé minimális. Tehát én úgy gondolom, hogy ez egy részben függ az embernek a habitusától, hogy mennyire kitartó, persze, mennyire célorientált. Valaki ugye megnyugtatja a lelkét azzal, hogy eljön hozzám, tanácsot kér, eljön edzeni, és igazából onnantól kezdve felteszi a kezét, és azt mondja, hogy neki ez megvolt, és várja a szerencsés kimenetelét ennek az egésznek. Ugye másik oldalról meg én azt gondolom, hogyha valaki hozzám fordul, akkor az én feladatom, hogy motiváljam, persze, tartsam benne a lelket, úgymond, és vigyem előrébb a célja elérésében. Uh-huh. Kik vannak többen, fiúk vagy lányok egyébként? Vagy teljesen vagy esetleg? Inkább a lányok. Hát akkor szerencsés helyzetben vagy. Akkor szerencsés helyzetben vagy nagyon-nagyon ebből a szempontból. És tényleg nem beszéltünk meg semmilyen kérdést, hogy mit fogok feltenni. Egy intim kérdés, hogyha mondjuk közelít feléd valaki, mert gondolom van rá például azért bőven egy lány, és nem feltétlen csak úgy, mint az edzője, hanem mondjuk észreveszed rajta, hogy kicsit tágabb a pupillája, mint kéne, akkor hogy szoktad lereagálni? Vagy meg szoktad neki mondani, kerekperec, figyelj, én az edződ vagyok, ne is menjünk bele? Vagy nehéz ezeket kezelni marhára? Nehéz, mert ugye valamilyen szinten az ember... Te lelki társa leszel. Így van, konkrétan. Tehát ugye egy jó edző, én úgy gondolom, egy jó kapcsolatot kell, hogy ápoljon a vendégével. De ugye ebben vannak bizonyos határok, amiken azért nem érdemes átmenni, mert azért a munkát, meg a magánéletet nem szabad összekeverni. Tehát én ennek függvényében próbálom ezt azért úgy tartani, és hála Istennek azért nem voltak ebből ilyen problémák, meg nem is szeretném nagyon, hogyha lenne a jövőben se. Persze. Tehát próbálom azért ezeket helyén kezelni, illetve korrektul megbeszélni, hogyha olyan helyzet. Igen, igen, igen. Még egy szó a szakmáról, ami szintén ugye az emberek körében beszédtéma szokott lenni, ugye amikor egymásnak adják azon emberek a jó tanácsokat, akik nem feltétlen mondjuk jártasak ezen a területen, van egy fél információjuk, és gondolják, hogy akkor az ők is gondolataik által köréépített egyéb gondolatokat megosztják mással, és mint fitness guru rengeteget lehet látni a különböző social media felületeken. Hogy ezekkel mennyire vigyázunk? Tehát mit ajánlasz, hogy az itt is vannak jó dolgok, vagy inkább valaki tényleg akar nagy dolgokat, vagy nagyobbat elérni, inkább akkor tényleg egy személyedzőt keressen meg? Mindenképp egy szakember a legjobb választás, viszont sajnos azért azt is ki kell hangsúlyozni, hogy csúnya szóval fogalmazva nagyon sok kókler van a közöttük is. Én azt gondolom, hogy nem feltétlen kell versenyzőnek lenni egy edzőnek ahhoz, hogy szakmailag hiteles legyen, viszont minimum azokat a dolgokat, amiket másnak ajánl, minimum a saját bőrén kell tudni alkalmazni, illetve megtapasztalni. Tehát én se kezdek el beszélgetni a fogyásról úgy bárkivel, hogy azt se tudom, hogy miről van szó. Tudom azt, hogy egy fogyasztásnak mekkora lelki súlya van, mekkora feladattal jár ez, mit kell megtenni érte, de akár az ellenkező példa, hogyha izomtömeget akar valaki növelni, azt is tudom kezelni, és tudom azt, hogy milyen eszközökkel lehet elérni azt. Nagyon sokan ugye rendelkeznek bizonyos fél információkkal, amiket mondtál. Én azt gondolom, hogy mindenképpen üljünk legyen emberrel, aki kicsit szakavatottabb, és otthon van ezekben a dolgokban. A másik, ami szerintem hiteltelen ezen a területen, aztán vagy megcáfolsz, vagy nem, hogyha mondjuk olyan ember ad tanácsot, tehát te igazából neked a marketing eszközöd a tested, ahogy kinézel. Mert ugye mindenki, vagy nagyon sokan ilyenné szeretnének válni, akinek tetszik ez a testalkat. Jön egy olyan ember, mondjuk egy olyan dietetikusba is láttam ilyet, volt, nem tudom, hát nagyon durván elhízott az ember, és ő ugye dietetikus, és tényleg dietetikus volt, tehát nyilván hiteltelené teszi magát, meg a szakmát is. Szerintem azon emberek is, akik mondjuk, nyilván nem kell, hogy versenyző testalkat legyen, de tényleg nincs egy olyan tetszetős összképe a testének, akkor teljesen hiteltelenné válik, meg a szakmának is ő árt hozzá. Részben azt mondom, hogy igen, van ennek valóság alapja, de én azt gondolom, hogy azért vannak olyan nagy guruk a világ szinten, akik nem feltétlenül fognak 50-60 évesen is top formában lenni, de mindenképpen azért azt mondom, hogy valamilyen szinten a testet tükrözi az embernek a hozzáállását. Tehát értelemszerűen nem fogok sörhassal
hamburgerrel az edzettem mellett állni, és prédikálni neki a diétáról. Tehát én azt gondolom, hogy amit mi képviselünk kifele, azt tudni kell alkalmazni is. Ugye szigorú napi rended van meg, te tényleg szigorúan éled a hétköznapjaidat, hogy szoktál kikapcsolódni? Tehát mi az, ami mondjuk téged így boldoggá tesz most a sporton meg az embereken való segítésen kívül? Hát most erősen próbálkozok ezeknek a dolgoknak a felfedezésével. Gondoltam, hogy neked sincs meg ez a dolog, mert te is dolgozol folyamatosan. Igen, elég sokat dolgozok, illetve elég nehezen tudok kikapcsolni. Ismerős, ugyanez van nálam, és azért kérdezem, mondom, hát ha van jó tippet, hogy lehet ezt megoldani. Én jelen pillanatban nagyon sokat próbálok, ugye jön a jó idő, ugye nem tudunk sehova menni, idézelesen minden zárva. Próbálok egy kicsit a természet fele orientálódni, kicsit kikapcsolni, kicsit olyan helyre menni, ahol kevesebb ember van. Ugye én egész nap emberekkel dolgozok, nagyon sok ember megfordul körülöttem, mellettem, rengeteget beszélek, és nekem sokszor már fárasztó az, hogy beszélgetni, persze, vagy meghallgatni megértem valakit. Megértem teljesen, persze. Én próbálok olyan irányba tendálódni, de szeretek mellettem motorozni is. Az is egy kikapcsolódás tehát forrás. Van motorod is, akkor szoktál. Ilyen valami nagy köpcentés? Igen, sportmotor. Na, az szép. Az kikapcsolja az embert. Az kikapcsolja. De hát ugye az is ugye nem mindennapos, nem lehet mindig elővenni. Tehát inkább ez a természetben való kis lazítás az a... Olvasgatni szoktál valamit? Van valami kedvenc témájú könyved, amit úgy szeretsz? Hát lehet, hogy azt fogják mondani erre, hogy tanulatlan ember vagyok, vagy buta ember vagyok, de... Hát mérnökként azért nem hiszem. Én nem vagyok annyira nagy olvasos. Tehát azokat a dolgokat, amiket érdekelnek, nagyon szép, nagyon szívesen utána nézek, keresgélek, stb. De nem vagyok ez a nagy regény olvasó. Tehát főleg szakmai dolgok az, ami érdekelnek. Az újabb vívmányok a testépítésben, kondizás területén. A másik, hogy a férfi emberek nagyon szeretnek főzni manapság. Tényleg akitől, vagy akivel én beszélgettem itt a Fehérvár TV-ben, fehérvári beszélgetésekben, mindig azért megkérdeztem tőlük, hogy mi a kedvenc ételük, mi az, amit szeretnek főzni. Ugye nálad ez a kérdés lehet, hogy annyiban nem állja meg a helyét, mert ugye nagyjából tudjuk, hogy ti miket táplálkoztok. A hús, hal, rizs, saláta, tojás, tehát, vagy ugye ezeknek bármilyen kombója nagyjából, tehát akkor más te nem is szoktál nagyon fogyasztani. Tehát vannak ilyen csalónapok. Mindenképpen. Én úgy gondolom, hogy ugye a versenyző az egy teljesen más állatfaj. A hétköznapi edzős, gyúros az meg én úgy gondolom, hogy kell tudnia lazítani ilyen téren is. Tehát nem lehet egész évben csak rizset, csak halat, csak húst tenni. Tehát néha csokit is eszel akkor. Mindenképpen. Tehát jelen pillanatban most nekem a heti bontásom az annyit akar, hogy én heti 6 napot tartok szigorúan. Igen. És az a 7. nap, akkor bármit, amit éppen megkívánok. És mit szoktál megkívánni, az úgy érdekel? Változó. Hamburger, pizza, csoki, chips. Én bármit megeszek, ami a nasolás fogalmát kimeríti, igen. Tartozik. Nagyon-nagyon menjünk a műsor vége felé. Ugye említettük már többször, nagyon precíz ember vagy, tervezed a napokat, nyilván tervezed a jövőt is. Van-e valami jövőbéli nagy-nagy terved, amit szeretnél elérni, amit te mindenképpen szeretnél még elérni az életedben megvalósítani, akár közel, akár távoli jövőben? Mindenképpen jelenleg a sportot azt, mint versenyszerűen próbálom parkolópályán tartani. Bár vannak kísértések, vannak mindig nem könnyű ez. Felindulások, hogy na majd most még, na majd egy utolsót. Szerintem ebben nagyon nehéz így kiszállni, és lehet, talán még azt is mondanám, hogy lehetetlen. Mert aki egyszer ráérez az ízére, és ne talántán még sikere is van benne, azután nagyon nehezen tudja elengedni. De próbálok, mint magánember, mint egzisztenciális részen is fejlődni. Tehát én szeretnék még több emberrel foglalkozni, még nagyobb hírnevet szerezni szakmailag, illetve mint családot is szeretnék magam mellé, illetve lakás, ház, stb. Tehát ezek amit a normális ezek emberek. A tipikus, igen. Jakt, felőkarcoló, tehát ilyen kis polgári, átlag dolgok. Polgári tulajdonokat. Hát Laci, sok sikert kívánok neked, és köszönjük szépen, hogy itt voltál. Én köszönöm. És önöknek is köszönöm, hogy itt voltak velünk. Tartsanak velünk legközelebb is, itt a fehérvári beszélgetésekben.